És itt járnak át, a nyíláson, amit egykor kapu zárt el. Állj! Most már ne akarjál megenni engem! Hisz tudod, ez itt már mind a tiéd is! Jó, jó, de túltank bennem az energia az új vegán étrend miatt! Próbáltál már kocogni? Miért a segít? Őszintén remélem, hogy igen. Borz bácsi, az Mr. McGregoré! Mert a kertet felosztottuk, tudod? Istenem, ha én nem lennék! Péter! Úgy tudtam! Nem! Hagyd békén a paradicsomomat, minden más a tiétek! Nem tud viselkedni. Ugyebár egy rossz csont, nem? Ez azért egy kicsit erős. Másról se beszélnek, csak hogy rossz vagyok. Hát jobb lesz nekem nélkülük. Ó! Oh! Na, köszi szépen! Húsvétkor. Hé, te vagy Nyúl Péter? Igen. Apád jó barátom volt. Tényleg? Lopjál barackot. Tűnjetek el, sít! Gyerünk, öcsi! Péter, mi történt veled? Apám egy régi barátjával nyomulok, és nagyon bejön. Ez itt a városi McGregor kert. Hogy hívják ezt a varázslatos helyet? Úgyhogy termelői piac. Ez rázósnak hangzik. Nem fenyeget titeket semmilyen veszély. Esküszöm. Na jó, nem esküszöm. Ki fogjuk rabolni? Benne vagytok? Gyerünk! Indulás! Ne! Ők már menthetetlenek. Te közénk tartozol. Bajban van a családom. És én tehetek róla. Megmentem őket. Meddig mennél el? Hogy megtudd, hová tartozol. Elfogták a többi nyulat. Meg a malacot és a sűt. Talán egy borzot is? Miért segítesz nekem? Ez a dolga egy apának. Pedig ő is annyira ügyes volt. Nyúl Péter 2. Nyúlcipő. Jaj, ne! Pamacs felfedezte a cukrot. Hát, minden jó véget ér. Örökké fogok élni! Megmondtam! Áprilistól a mozikban.